Július 18-ától jubileumi túrát hirdet az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség. A 10 éves túra útvonala Zircről indul, Piszkén zárul, és 3 megyét barangolhatnak be a kirándulók. 300 kilométeres a 3 megyében, ebből Komárom-Esztergom megyében 92 van, és a hozzá csatlakozó utak természetesen elvezetnek ide tatára is. Most a dátum miatt 1 jubileumi túra van, 2,5 héten keresztül 300 kilométer. A kijelölt helyeken vannak szállás lehetőségek, de ezzel indítunk egy olyat is, hiszen új kitűzött emléklapot rendszerisítettünk, hogy ettől kezdve folyamatosan teljesíthető ez a jubileumi túra, bármelyik szakasza, akár a Veszprémi, akár a Fejér, akár a Komárom-Esztergom megyei. A túra útvonal bejárása során a résztvevők megismerhetik a Közép-Dunántúli régiót, a Bakony, a Vértes és a Gerecse kevésbé ismert tájait, nevezetességeit. Az aktív turizmust a Dunagerecse Nonprofit Kft. A térségi turizmus fejlesztésére létrehozott szervezet is támogatja. Pályázati pénzből a szelíd turizmusban résztvevők tájékozódását segítik. Június végén fejeződött be a Nordic Walking útvonalak kijelölése itt a térségbe, ami a pályázatunk keretében valósult meg, illetve ehhez kapcsolódott még több turista útvonal felújítása is, például Komáromban az IVV útvonalak, vagy több Gerecse területét érintő zöld, kék, sárga, piros útvonalak felújítása, illetve a Gyöngyök útja, valamint a Mária útvonal több szakaszának a felújítása. Ehhez a fejlesztéshez még a táblarendszer kialakítása is el fog készülni. A piros útvonal jubileumi túrája tehát a jövő héten lesz. És Zircről 18-án, 19-én indulnak, akkor az hónap utolsó hetében, épp a mini maraton előtt érkeznek Komárom megyébe, és érintik majd Oroszlányt, Vitányvárat, és azon keresztül Pusztamarótot, azon kívül leágazással Tatát is, de természetesen Piszkén zárul az egész, Lábotlannál ez a 92 kilométer, és vannak egyesületek, amelyek felújítják ezt az utat, és a fölkérésére nem csak a Magyar Természetjáró, hanem az Észak-Dunántúli Természetbarát Szövetség kérésére is, így többek között a TAC szabadidős és természetjáró szakosztálya is jelzi az utakat. Ezzel is biztonságot akarunk adni a turistáknak, ne térjenek le róla, mert ha jelzett úton haladnak, biztos, hogy nem tévednek el.